A hazaiak még győzelem nélkül, a vendégek egy győzelemmel a nevük mellett kezdték a mérkőzést, amelynek első negyede 23-23-as döntetlennel zárult. A második 10 percet az Eger nyert 5 ponttal, így a Nyíregyháza hátrányból vágott neki a második félidőnek. 49-49-nél még egyenlő volt az állás, aztán viszont egy 14-0-es szakasz produkáltak a kék cápák. Az egriek a hajrában ugyan mindent megpróbáltak, de a kipontozódások miatt három játékosát is elveszítő vendégek 5 ponttal megnyerték a mérkőzést. Nem kezdtük jól is Mitúzsa a mérkőzés, és center poszton fal problémáink voltak, ezért az Emánit le kellett cserélni korán. Varga Marci helyettesítette, de ő még nem volt olyan állapotban fizikálisan. A másik félben védekezést váltottunk, és ezt a harmadik negyedben tudtuk megfordítani a mérkőzés igazából. A mérkőzés utolsó 10 nyíregyházi pontjából 8-at Busz Iván szerzett, az irányító végül 24 ponttal zárta a találkozót. A legutolsó meccsen Tiszaújváros ellen sem nekem, sem a csapatnak nem ment igazán, ezért próbáltam tudatosan is készülni arra, hogy sokkal jobb teljesítmény kell tőlem. Nem hozott minket könnyű helyzetbe, igen, elég jósunk, hogy a harmadik negyedben sok buta faut után végül is kipontozódott, illetve végén vagy a Kriszó sem volt fent. Elég fiatal volt az utolsó pár percben a csapat. Ernővel is kommunikáltunk a pálya szélén, mondta, hogy legyen nálam a labda. Én vagyok úgymond a legrutinosabb most a pályán, és igazából próbáltam felvállalni ezt a szerepet, és úgy tűnik sikerült. A forduló további eredményei a következők: Mavsz 2 Miskolc 49-99, Debrecen Óbudai Kaszások 77-74, Békés Budapesti Honvéd 80-85, Tiszaújváros Nagykőrös 95-72 és Salgótarján Hódmezővásárhely 85-96. A tabella élén a 100%-os Hódmezővásárhely áll, megelőzve a szintén hibátlan Budapesti Honvédot. A két győzelemmel és két vereséggel jelenleg 7. Nyíregyháza szombaton a Honvédot fogadja.